Ez a hölgy éppen a 400 forintos szilvák közül válogat. Az eladók szerint jobban keresik ezt, mint a 300 forintos körtét. A gyümölcs népszerűségének oka, hogy kalóriaszegény, C-vitaminban és ásványanyagokban gazdag, az A-vitamin tartalma pedig jótékony hatással van a látásra. Ezért előszeretettel vásárolnak belőle akár nagyobb mennyiséget is. A tavalyi évhez képest a szilva ára csökkent, mivel több termés volt az idén, mint a tavalyi évben. Tehát most már csak a hűtőházas szilvák találhatók a piacon, amik hűtőbe lettek tárolva. Tavalyi évben körülbelül 600 forintos áron ment ebbe az időszakban, most egy 3-400 forint körül mozog a szilva ára. A kevés eső nem kedvezett a zöldségeknek. A kiskertekben már nem divat a kiságyás sárgarépa és petrezselyem termesztése például. Ezt inkább az idősebb generáció termeli, akik ha idén nem tudtak megfelelően locsolni, nem termett meg a sárgarépa. Tavaly ilyenkor olyan 200-250 forint, most meg 400-450 forint. Ettől lejjebb is vannak, de minőségtől függően. Van, ami görbébb, vagy esetleg kicsit göcsörtös, vagy sérült, az olcsóbb nyilván. De szívesen elviszik, mert gyors fogyasztásra felhasználják. Mert olcsóbb, és nem mindenki teheti meg, hogy a drágábbat megvegye. Tavaly ilyenkor akár 300 forint körül is be lehetett szerezni a piacon az étkezési almák bármelyik fajtáját. Most azonban van, aki alig 100 forint felett tudja eladni, pedig a minősége semmit sem változott. Az árváltozás befolyásolta, hogy idén a sokszorosa termett meg a tavalyi alma mennyiségnek, és nem tett jót az elmúlt hónapok léalma botránya sem. A léalma ára annyira befolyásolja, hogy 150 forintot is így még sokalják az almáért, mert tudják az emberek, hogy 20 forintért, meg 12-ért szedik. A nagy felvásárlók 20-ért, ahova a nagy termelők viszik be, a kis termelők viszik a kisebb helyekre, ott csak 12 forintért szedik a léalmát, mert még ezek leadják a nagy üzemekbe. A termelők kiemelték azt is, hogy lassan el kellene felejteni ők a vásárlóknak azt, hogy 100 forintért vagy az alatt vesznek meg bármilyen terméket. Ennek az az oka, hogy a termeléshez szükséges eszközök, vagy például a benzin ára folyamatosan emelkedik, nekik pedig ezeket a járulékos költségeket ki kell termelniük.